szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Farson farka révén ideje, hogy megtartsuk mi is a jelmezbálunkat. A jelmezesek már nagy izgalommal itt kint gyülekeznek, előtte azonban egy formai követelménynek kell elegetni, megválasztjuk a zsűrit. Tiszteletbeli tagjait a gyerekek meghívták, és látom, hogy már szorgalmasan elfoglalták a helyüket. Bausz Ferenc, Balázs Tibor, Bojtor Józsefné, Nészárosné, Boros József, Dr. Hajdú Gábor, Lépán Béla. Nagyon szépen kérem a közönséget, hogy szíveskedjenek megtekinteni a széküket, mert a további három zsűri tagot a közönségből véletlenszerűen választjuk. Egy fehér karikát talál a székén. Szíveskedjen megnézni. Tessenek még keresni egy picit, hát valakinél még kellene érnie egy kis... Tessék megnézni az üres széket is, hát a véletlenül öröklődik a ragasztás. Nekik csak jó munkát kívánhatok, és azt, hogy egytől tízig pontozzák majd az itt megjelenő gyermekeket, egyéni ízlésük és realitás érzékük alapján. Megvárom, amíg mindenki kényelmesen elfoglalja. Köszönöm szépen! Az első alkalommal még csak tagsálni tessék a jelmezeket, mert mindnyájan körbevonulnak majd a színpadon, azért, hogy gyakorolják a való mozgást, és szépen pedig önöknek idejük legyen, hogy egy picit megismételni megnézni. Én tehát most eltűnök, jó szórakozást, jó pontozást kívánok. Jöhetnek a jelmezesek! Thank you.
előre választani, és gondot fogok hozni majd, hogy ki a jobb, mert igazán sok szép jelmez érkezett. Köszönetet mondunk anyukáknak, apukáknak, rokonságnak, mindenkinek, aki segített nekik felölteni ezeket a jelmezeket. Bizonyára némelyikőjük még önmaga nem lett volna erre képes. Nemes dolgokért vetélkednek. Szeretnék szót ejteni róla, hogy soha még ilyen nagyszerű és bőkezű szponzoraink nem voltak, mint most. Megérdemlik, hogy megnevezzük őket. Elsősorban az iskola, a szülői munkaközösség, az Áfész volt, a Varga Presszó és a Boros ABC. Majd közben még meglátják, ha megnézik a jelmezbál utáni lenti kis nagyszerű vetélkedőt, hogy mennyi-mennyi csodálatos dolgot tudunk tombolánk is orsolni. No, de ez még a messze, beszéljünk a jelenről, amikor is jöjjön a hirdető oszlop, lássuk, mennyit ér. Találhatók az oldalán, nekünk falusiaknak talán kicsit újdonság, hogy így hirdessünk, de mindenképpen esztétikusabb, mint falakat feleragasztani és virkálni. Kérem szépen a pontjait. 6, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 7. A végeredmény számítógépen is regisztrálja Nagy Gábor tanár úr, illetve a felesége pedig a táblán felírja, így duplán talán minden stimmelni fog a számolással. Te is megválod a pontodat. Ha elviszed a fejed egy picit adét, akkor be tudom mondani, hogy hány pontot kaptál. 75 pontot. Gratulálunk! Végzeles! Kipározunk! Kettes számú jelmet kérem a színpadra. Itt látható a Magilla, Gorilla, ő ez a csuda lény, én voltam Bető. Tessenek a pontjait megmutatni. 7, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 6, 8. Hasonló szép fizetéssel eltávozhatsz a színpadról. Pontjai száma 78. Hármas számú jelmez viselője, kérem szállítjon be a színpadra. Ha minden igaz, akkor ő mint egy kis patica bogár érkezik. Kicsit még elrepti a tárgyait, mert még nagyon rúgos van, ekkora hó után nem is oda. De hamarosan megteheti majd a fák átvizsgálását. Kérjük szépen a pontjait. 7, 8, 7, 8, 7, 8. Megválthatod a pontjaidat, kedves Patica Bogár, hogy megnézzük, mennyi? 73 pont. Négyes számú jelmezt kérem. Ez egy kis nevendék törökvasat. Még főben van ideje kocsapját is növeszteni, de formára már mindenképpen hasonlít a törökvasat. Fegyverrel együtt. Kérem szépen a pontjai. 8, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7 és 10. Pontjainak száma 75. Ötödik számú jelmez következik. Előbb a bogarat szállósni kértem, most a kutyust esetleg ugatva befáradjuk. Thank you.
9. Várjál, Kutuska, még megérdemlek, hogy megállj. Nézd csak, micsoda sok szép pontot van, pár 90-et. Húvas egy angolat, köszönet. Úrítom, a következő jelmez fáradjon be. Éppen ideje a futés, hiszen lassan reméljük véget ér, kéményeket rendesen ki kell tisztítani, kimegyük a kérdésekről. Pontjai. 7, 8, 7, 7, 7, 8, 7, 6. Köszönöm. Egy pontot kapott a kéménysető. 7-es számú jelmez, kérem a színpadra. Kommentárt nem tűzök meg, majd a látvány magáért beszél. Pont kerül az én anyagba valami báj, hogy szakadtam a báj. Pont egy kőkokos, szerintem az bolond, itt véget mindezik, Afrika Jancsi Max von. Egy családhoz tartozik, kőkük honogai angol, egy 30. század nevű okon. MZ Felix, MZ Felix, jelentkezz, jelentkezz! Egy forintért megmondom. Elfelejtem ókor, ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atomókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vészülékkel, a gondolat átműrő két készülékkel. Te kedves Köbüki, valami jót? Influenza ellen. Nem ismersz, nem találtatok fel még? Jaj, de hát pedig pingpostával elküldhetted volna. Köszönöm, pontjai. 8, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 8 és 10. Gratulálok! Szólítom a következő jelmet. Nyolcadik számú jelmez következik. Párezbe. Imént említést tettem arról, hogy kikor lássuk a tavasz jövetelét, annak pedig elengedhetetlen következménye lesz jó kis villámlás, zápos kísérletében. Bodor felhők már gyülekeznek is a feje felett, de reméljük, hogy most sok pont is gyülekezik. Pontjai 7, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 7, 8. Öt pontot kaptál, kimehetsz, változod a helyet is. Jön a 9-es számú jelmez. A vonása és a bűnösök rendkezzenek. Mi volt a szellem? Pontjai. 7, 8, 7, 6. Pontjainak száma kereken 70. Várjuk a következő jelmezviselőjét.
Pontjai. 9, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8. A japán kislány a zsűritől 77 pontot kapott. 11-es számú jelmezünk következik. Érdemes lett volna pedig, ha ott hátul is hallják, mit mondott, mondd el még egyszer, légy szíves, öreg nénike. Megvittem a csarnokba egy kis tejét, mert a nyugdíjas pénzemű nem kutya a bocsira. És adják pontjukban, akkor oda megy majd. Pontjai. 8, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 8, 9. Index. Tessék parancsolni, 12-es jelmez. Ha esetleg valaki onnan hátulról nem látja, ő egy kézen álló bohóc. Primán áll kézen, biztos nagyon sokat gyakorolhatta. Meglátjuk, meddig bírja, amíg a zsűri a pontokat felmutatja és végigdiktálom. Ha addig is bírja, akkor MB1-es. 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 10. Gratulálok! Ez igen, 94 pontot kapott, ez a vezető 4. pont. Tessék parancsolni, következő jelmet. És a műszínűsi a tudatát. 8, 9, csak nyugodtan. 9, 9, 8, 8, 9, 9, 8, 9. Köszönjük szépen! Hat pontot kapott, és ő volt a 13-as jelmez Paprika. Kissé nehézkesen fog érkezni a következő jelmez, de érhető 14-es sorszámmal. Érkezik a Krumplizsák. Nem hiába kifelemegyünk a térből, sok krumplit megettünk, eléggé lotyog már benne a krumplink. Mennyibe kerülhet egy két szíves, fordulj meg, 24 forint kilója. Azért vették ilyen nagyon biztosan, és elfogyott már. Pontjai, 7, 9,
9, 8, 7, 7, 8, 8, 8 és 10. Van egy pontot kapott a tanulmányzás. 15-ös elmet érkezik. Megtettétek a négelmet, hogy most fog érkezni. És már landult is. Nem a Holdra, hanem kiszáll a Földre. Igazán nincs messze. Nagyon elegáns öltözékben érkeztél. Minden igazi. Még a muníció is meg itt van a vállán. Pontjai. 8. 9. 9. 10. 9. 9. 9. 10. 7. 10. Kereken 90 pontot kapott kalandolásáért. 16-os jelmez fog érkezni, mihely vissza lesz a terep a gyűhajósról. Nem mondom, hogy ki, mert rá lehet ismerni egész egyszerűen. Melyik felével jön be előbb, azt nem tudom. És a fele fiú, fele lány. Akár melyik fele igen csapatos. Pontjai, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9. Fele lány, 16-os jelmez. 8 ponthoz kapott a zsűritől. Most kérem, 17-es jelmez érkezik. Frissen, dobogósan, a cigánynál. Thank you.
van, 80 pont. Ihaj, tyuhaj, ha igaz, a lakodalmasok érkeznek. Most hangulnak valószínű, mondom. Mi lesz szíves? Nagy a csend még, mert még nem történt meg a szertartás. Tessék parancsolni, ez nem rám lett bízva. Egy jó nagy felmet öregasszony következik, ha minden igaz.
Szívedem a véletlát, kicsit a tánc, hát gyere szépen jár.
Parancsolj!
Mester, hol hagytad? Csak nem a kocsmában van. Nem, csodálkozom rajta. Szeretem lenni. Pontjai? 8, 9. Egyéni volt, igen, csak későn érkezett, de el nem mulasztjuk azért a sorba betenni. Ez volt, kérem, a mai jelmezfelfoglás. Természetesen még egyszer az összes jelmezes meg fog jelenni itt a színpadon, hogy kigyönyörködhessük magunkat benne. Az alatt a kolléga, ami már elkezdi az összesítést, és elemét fogunk hirdetni a végén. Tessék, jelmezesek, fáradjatok, vonuljatok végig a közönség előtt. Jöhet a következő utána is, nem maradnak egy darabig. Ismétlésül a hirdető útok és Mandilla Gorilla, a Katica Bubány, a török vasárpályú, meg is érkezett. Majd Morzsi kutya érkezik, a fekete Morzsi. Ide a vonalra, ütnek még sokan. Kéményseprők is érkezik. Köbüki! Te is ide jöhetsz előre, kisebb termetű vagy. Villám! Álljatok szépen, szorosan hadd férjen föl mindenki. Szellem! Előrébb is jöhettek ide, én hozzám, hogy a többiek is hadd férjenek ide. Japán lány érkezik. Kezdhetsz egy másik sorban közöttük, hogy lássanak, hogy ide állat. Öreg asszony! A tárcsarnokból. Kézen álló bohócunk. Bírja el még kézen. De bírja ám. Patica és az alamú színűzi. Rumpinság. Űrhajós. Világes hátvédő, hogy a külön jönnek előré városon. Kérlek szépen. Megkérlek benneteket, hogy azért álljatok hátvédő, hogy akik most érkeznek, őket is megszemélhesse a közönség. Tehát akik újonnan jönnek, azok ide új sort alkossanak, hogy most a külön érkeznek. Felepi, felehány. Mi, akiket már meggyönyörködtünk, azok vonuljatok hátra egy-egy lépést, legyetek szívesek. Most jönnek az újak. Cigányány. Újjátok, sorok között, új. Nagy hozzászok. Stani és Van. Fáradjatok ide előre, oda rakodalmasok, ez egy képesebb csapat, ez annyi helyet vagyunk. Úgy jöjjek egy bárkodat, és odaálljatok. Gyertek csak előre, ne szerintjétek. Örök Sultán már nem ügyében. Most megint egy kicsit kézzel, hogy ennek hát, hogy gyere előre. Hadásul a közönség még egyszer. Úgy, te bújj mellé!
Balú és Kit, most ki is egy kicsit óvatosan, hogy egymás elmezére vigyázzatok, hátra gondoltok. Hadd lássák a Balú és a Kit eszét. Úgy, óriás asszony. Ajha, nem egy kis sebbenet. Derékba tört el a csalódás az óriás asszony. Lakodalmasok, tessék szíves egy icipicit megint hátra menni, hogy láthassuk az ujjakat. Ebben helyettek itt szép, ugyanyosan, sportszerűen. Ez szeret. Légy rámogat. Ügyesen. Úgy találok érkezzen. Megjelődésem az utcalányokat. Hadd nézzék a szépen. Nem haragszanak, meg felállítam férfi mind a három, de hát ma már csak ízés dolga. Paprika és együttesen. Bodnár Attila és a táncba, gyertek ide előre. Ti pedig szép sportszerűen hátrahúzottok, hogy az ujjakat lássa a közönség. Úgy. Mindenki sportszerűen hátralép, hogy az ujjak elére állhassanak. Úgy. Gyertek bohócok, fiú bohócok, lány bohócok is utána. Na most már elkértek, alig, hanem nem kell hátra toporogni. Techno együttes van még vissza. Elnézést kérek azért a kis technikai malőrért, hogy a hangosítás nem volt tökéletes, majd legközelebb. És van még egy zórójelmezünk. Fáradjunk el előre, te is. Úgy. Ez az idő elég volt arra, hogy kolléganőm összesítést csináljon, és megállapítjuk, hogy vannak azonos pontszámú jelmezek. Az elmúlt évek tapasztalata alapján már előre úgy döntöttünk, hogy ebben az esetben megkérjük a tisztelt zsűrit, miután az azonos pontszámú jelmezt kiszólítjuk. Szíveskedjenek legleg elpontozni. Ne legyen azonos, megkíséreljük. Kik az azonos pontszámúak, légy szíves, szólítsd ki őket. Az első helyenek a egyéni rendszerű, a 12 pontszámú. Én azt kértem, aki azonos pontszámú, hogy először azt szétpontozzuk. Tehát ki azonos pontszámú, kivel? A 15-ös. Fáradjon ide a 15-ös jelmez. És az ötös számú, tessék helyet adni neki, tehát ő a 15-ös, megérkezett az ötös, oda közé tesszük. Döntésre kell vinnünk a dolgot, kérem szépen a zsűrit, hogy először a 15-ös számú jelmeznek újra mutassa fel a pontjait, amennyire értékeli. Rendben van, én ugyan nem befolyásolok senkit, de ez nagyon logikus. Ez nagyon logikus. Kérem szépen akkor felmutatni a dühhajós pontját. 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Azonnal meg tudjuk menni.